Szegedi papucs története legendás, és hogy ez egy legendás történet, illusztrálja egy legenda. Valószínűleg ez nem igaz, de önmagában az, hogy megmaradt a szegediek gondolkodásában, az is már érdekes. Hóbiárt Basa a török időszakban egy kényúr volt. Nem szerették a szegediek, basáskodott. És a szegedi nők azt gondolták, hogy ezt valahogy meg kell állítani, ezt a basáskodást, és elhatározták, hogy rátámadnak a basára, és papucsokkal kezdték el ütlegelni. A történetnek különböző végei vannak, az egyik az arról szól, hogy agyon is verték Hóbiárt Basát. Annyira karakának voltak ezek a szegedi nők, hogy a papucsot erre használták, hogy megfegyelmezték a basáskodó török urat. A másik történet az, hogy egyszerűen csak megfegyelmezték, és onnantól kezdve már jobban viselkedett Hóbiárt Basa. De a lényeg, hogy a szegedi papucs az a basáskodó embereknek a megfegyelmezésére is alkalmas. A szegedi papucs divatja a török hódoltság korából ered, mégis van egy lényeges különbség, az eredeti török papucs sarok nélküli, kicsit felpördülő orrú lábbeli volt, a szegedi papucs jellemzője pedig az, hogy magas sarokkal készült. Az 1980-as években a szegedi marstéri piacon még árultak papucsot a neves papucsos dinasztiák leszármazottjai, így a Bárkányi, a Dobó és a Murányi papucsosok, magam is láttam őket, és valóban ekkor még kelendő árucikk volt a papucs. Rátkai Sándor, Sanyi bácsi néhány évvel ezelőtt hunyt el, és azt kell tudnunk az utolsó legendás nagy papucsos mesterről, hogy szinte élete végéig dolgozott. 90 esztendősen is még készített papucsokat. Azt gondolom, hogy nekünk nem csak az a feladatunk, hogy a szegedi papucs kultuszát építsük, erősítsük, hanem az is fontos feladatunk, hogy Rátkai Sándor emlékét megőrizzük az utókor számára. Én tudom, hogy milyen ez a szakma. Szegednek egy nagyon híressége, de most maga van egyedül. Mondom, ez a baj. Nem az, mikor én gyerekinos voltam, mondom, 45 papucskészítő volt a városban. Mondom, most meg egyedül vagyok, az még erre lesz egy műhely. Mondom, azelőtt az a 45 papucsos tartott inas, tartott segédet, és hetenként kétszer kigyűjt ide a Széchenyi térre árulni is. Itt, ha vendég jön, ilyen terepjáróval, vagy a autóbusszal begyünnek, hogy beszabadít jönni, megnézni, hogy készül. Megyünnek is, akkor odaadom, hogy ki tudja kifordítani, hát a 20 ember közül egy se. Hát nem is csoda, hát ugye nem szakmája, melyhez kéz, meg új is. A szegedi papucs készülhetett hímzett és hímzés nélküli változatban is, ezek bőrből készültek. A hímzett változatoknak szinte minden mesterre másfajta jellemvonásai voltak. Jellegzetes díszítő motívum azonban, ami majdnem mindegyik papucson megtalálható, a pipacs, a búzakalász, a ne felejts. Vannak olyan papucsok is, amik viszont csak ne felejtses papucsok, vagy olyan is van, ami csak búzakalászos díszítésű. A múzeumnak feladata az, hogy a szegedi papucs kultuszát erősítse. Ennek része az is, hogy rendszeresen szervezünk például papucs szépségversenyt, vagy kiállítást szervezünk. Ez is a dolgunk.